A MASZ elleni meccsen történt kiállítása miatt eltiltását töltő Tóth Gergely nélkül lépett pályára a házigazda a vele azonos mutatóval álló BKG ellen. Az elsődleges cél a győzelem volt, a másodlagos pedig a legalább 4 pontos siker, mivel így a kékcápák pálya előnybe kerülhetnek a rájátszásban a Sziget-Szentmiklósiakkal szemben. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, az első negyed végén 8 ponttal vezetett a BKG prímese. A második 10 perc már pontszegényebb volt, a nyíregyháziak 4 pontot ledolgoztak hátrányukból, így 34-38-ról indult a második félidő. A harmadik negyed egyértelműen a hazaiaké volt, támadásban és védekezésben is jó teljesítmény nyújtott a csapat, így a záró negyed előtt már a cápák vezettek 7 ponttal. A folytatásban sem változott a játékképe, Siska János együttese visszavert minden felzárkózási kísérletet, így végül 10 pontos győzelemmel vágott vissza az idegenben elszenvedett 3 pontos vereségét a Nyíregyháza Blue Sharks. A mérkőzésen azt kértük a fiútól, hogy keményen védekezzenek, csak a védekezéssel tudjuk megnyerni ezt a mérkőzést, hiszen tudjuk, hogy a ellenfélben jó dobó játékosok vannak, és próbáljuk kivenni a dobásukat. Ezt gondolom, úgy érzem, hogy sikerült, 4-3 pontos kaptunk összesen kintről. Persze odafigyeltünk arra is, hogy mi legyen a különbség. Sikerült, örülünk ennek. A 20 pontot szerző Bazsó Bruno 6 triplát dobott a mérkőzésen. A játékos szerint is a feljavult védekezésük volt a győzelem kulcsa. Úgy gondolom, hogy az elején nem védekeztünk kellő keménységgel, majd pedig amikor elhúzott az ellenfél, akkor ezt támadásba próbáltuk kompenzálni, ez annyira nem jött össze, nem ültek az első fél időben annyira a tripláink, majd pedig a második negyed felétől ott elkezdtünk keményen védekezni, és szerencsére a végén már a dobások is beestek mindenkinek, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A 24. forduló további eredményei a következők: PVSK MTK Török Bálint 69-68, Budapesti Honvéd Oroszlán 87-85, MAFC Nagykőrös 76-61, Vasas Akadémia MEAFC Miskolc 90-76 és Budafok Veszprém 81-90. A tabella élén a Veszprém áll 23 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 22-2-es mutatóval rendelkező MAFC-ot. A Nyíregyháza Blue Sharks 17 győzelemmel és 7 vereséggel a negyedik helyen várja péntek Miskolci vendégjátékát.